Dr. Ináncsi Miklós, a Hajdupark Kft. Tulajdonosa, egy fiú és egy leánygyermek büszke édesapja. Ezzel 1950. április 28-án születtem Szamossájban, egy Szatmár megyei kisfalu, és utána középiskolát, az általános iskolát itt végeztem, a középiskolánál volt egy kis perportvarom, hogy gépészeti technikumba menjek, gépipari technikumba vagy mezőgazdaságban, de gépipari az csak Debrecenben volt, és az nekünk nagyon messze volt akkor, hogy nem volt kocsi, motorkerékpár, meg ilyesmi, és ezért én a Máté Szalakai mezőgazdasági technikumot választottam, hisz apám, nagyapám még gazdálkodók voltak, és nem gépekkel foglalkoztak, hanem mezőgazdasági termeléssel, és állatuk volt, volt egy pár ló, egy pár ökör, úgyhogy ebben végezték a szakmai munkákat, a talajmunkákat, a többi az pedig ki volt adva harmadába a helyi embereknek, és azok betakarították, illetve a betakarításnál mi fogadjaink voltak be a terményt, és utána az egyharmadát megkapták ők. Tehát nagyon nagy élmény volt, mikor jött a cséplőgép oda hozzánk, és csépelte a buzát, árpát, zabot. Hát ugye technikum elvégzése után mi vártuk, hogy megbukik a TSZ, 59-ben lett a TSZ-esítés, én meg 64-ben végeztem a technikumot, de nem bukott meg, hát akkor most mit csinálj, hát akkor menjek tovább, és akkor így kerültem Debrecenbe az Agrártudományi Egyetemre, ahol szintén nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó népi táncoltam, ugyanis előtte én előfejlődés voltam, és elvittek egy évre katonának Hódmezővásárhelyre. És ott mondták, hogy mit lehet sportolni, ott mikor bevonultunk, és mondták, hogy lehet népi táncolni, de ahhoz ki kell járni a városba. Hát én mindjárt kaptam az alkalmon, és irány ki a városba, hetente háromszor mehettem ki, mert akkor az embernek a vérében volt még a pezsgése is, nagyon csinos lányok voltak, és ott nagyon jó megtanultam táncolni. Különben egyik legnehezebb sport a népi tánc, ott nem lehet ütemet téveszteni, ott nem lehet megállni, időfúzni, az ott ütemre ki kell lépni, mert másképp borul minden. És Debrecenben is volt az Agrár a népi tánc csoport, és jelentkeztem, elmentem próbára, felvettek, és aztán 5 évig ott is népi táncoltam. Na most, mikor vége felé lett az egyetemnek, hát akkor valami munkahelynek kell lenni. Mikor 4. évet befejeztem, akkor elmentem a járási tanács személyzetéséhez és az első titkárhoz, hogy hát én Ináncsi Miklós vagyok, Szamossájban születtem, és vagy Jámolyd is, vagy Csegöldön szeretnék dolgozni, mert ha otthon maradok, akkor mindenki Miklóskája leszek. És ezek nagyobb tényezek, szomszéd falvak. Akkor mondták, hogy nem, hanem Cégeindágy, ugye Szamosújlak január 1-ével fog 74-ben egyesülni, és ott nincs agrármérnök, menjek oda, majd én leszek a főagrármus. És már úgy tudják is, hogy Kondor Zsiga lesz, aki most is elnök Cégeindágy, az volt a legnagyobb falu, és az lesz az elnök. Hát mondtam, kérek 3 hét gondolkodási időt, hazamentem, és még nagyapám, hál' Istennek élt, meg apám is, és nagyapám azt mondja, Kondor Zsiga, hát a nagyörös helyekben én falubíró voltam, annak az apja meg ott volt falubíró, úgyhogy én, hát a Fehérgyarmatra elmentünk a vására, olyan jókat ittunk, söröztünk, borosztunk, úgyhogy az biztos tudja, hogy te ki vagy, vállalod el. Ráadásul az anyai nagyomám az Gyügyére való, és ők voltak, vagy 4-5 testvérek, hát a félfalurokon. Az apám testvéreik meg Szamosújlakon voltak boltosok, azt is mindenki ismerte. Hát akkor meg volt a válasz, hogy oda megyek. Visszamentem a pályaudvarcsára, és mondtam, hogy én akkor ide szeretnék jönni. Mondták, hogy semmi akadálya. Felhívták a Kondor Zsigát telefonon, és mondták, hogy kössön velem megállapodást. Szeptember 1-től nekem fizesse 300 forint ösztöndíjat, és én akkor oda megyek, és majd én leszek a főagrallamos. Hát ugye ebbe Kondor Zsiga nagyon gyorsan bele is ment, mert még nem volt meg az egyesülés, mert olyan október volt, és január 1-től lett az egyesülés. Igen ám, de mikor én oda mentem, akkor gyakorlatilag már megvolt az egyesülés, és gyakorlatilag megvolt, hogy ki legyen az új főagrallamos ott helybe. Igaz, hogy felsőfokú technikumja volt neki, egy rendes ember volt különben. Én az öccsével együtt jártam technikumba, ő meg az akkor már megismertem, mert mikor elsősök voltunk, ő meg 4. éves volt. És ráadásul szülőétekezetre apám nagyon szeretett jönni, mert ugye faluból ritkán mozdul ki az ember, de a szülőétekezetre volt mély jönni, és ez a főagrallamosnak az apja,
az meg panyolára való volt, az is parasztember volt, és a két parasztember összetalálkozott, jókat kocingattak ott Máté Szalkán a restibe, és utána volt, jöttek Fehérgyarmatig, onnét egyikben panyolára buszra, a másiknak Szamosájba, úgyhogy hát most mit tudjak csinálni, de Kondor Zsiga, aki volt a TSZ elnök, az nem mondta meg a többieknek, hogy ő már elkötelezte magát, hogy ki legyen a főorvos. Mikor oda kerültem, hát nem mondott nekem különösebben semmit, azt mondta a főorvosnak, hogy a beosztottja, kapta egy T5-ös motorbiciklit, és ez a szolgálati járművem, és a főorvos a főnököm. De nekem sosem nem adtak semmilyen munkát, azt várták, hogy én bejárjak Fehérgyarmatra, az körülbelül 5-6 kilométerre volt, és akkor rám lehet fogni, ez egy csavargó, ez egy zöldfülű, ez nem ide való. Na de én ezt tudtam, hogy mit akarnak, én minden reggel már 4-6-kor, 5-6-kor nem voltam a TSZ telepen, akivel tanálkoztam, előre köszöntem mindenkinek, utána kezet fogtam, mert napközben után nem volt feladatom, akkor pedig kijártam a határba, és ahol dolgoztak, ott gyakorlatilag megálltam, ott a traktor is megállt, akkor mikor ott kezet fogtunk, elbeszélgettünk minden, úgyhogy nagyon jól összeismerkedtem az emberekkel. Volt egy nagyszerű sztori, egyszer jön a, mert akkor a régi pártitkát leváltották, nem tudta be, akkor ne engem választanak. Mert 368 szavazatból olyan 350 szavazatot kapta, én titkos szavazással. Ez annak volt köszönhető, hogy mikor gyakornok lettem, akkor engem ősszel elküldtek Almeladóra, Tuzsé, Mándok, Komorov, öt megye hordod az Almát, és a szovjet vagonok odáig jöttek be a széles vágányba. És hát miután már akkor volt egy Opel Rekord kocsi, és már meg vették Almából, akkor gyakorlatilag ott expertesek, akik volt 26, ebből 10 volt nő, 16 férfi, ugye még ha kapta egy kis zsebpénzt ettől, attól az áfészestől, hogy jobban vegye az Almát, azt el kellett költeni. És akkor jöttek hozzám, hogy menjünk Vásárosnaménybe, Nyíregyházára, Debrecen, mondtam, most oda mennek Kaszás Beilához, az osztja a vagont, és én nekem minden reggel két orosz vagon legyen, ne kelljen kiállnom a sorból, egy-két napig vagy háromig is, mert volt, úgyhogy nem volt vagon elég, akkor ott álltak az emberek, és traktor alatt aludtak, pótkocsiba aludtak, vagy teherautóba aludtak. Na de én nekem ezt megoldották, és mondtam, most akkor reggel megyünk, este meg ráírjuk a százalékot. Körülbelül 300 vagonal volt a háztájban, és 300 vagon volt a TSZ-nek. Na most hát ugye gyakorlatilag ez nagyon jól lement, az emberek módosztal örültek, hogy nem kell sorba állni, minden reggel, mikor megérkeztek, már jöhettek be, mert meg volt a vagonszám, állottak oda, és pakolatták az Almát be. Na most, hát itt gyakorlatilag, ha egy embernek jól elment az Almája, akkor az többet ért, mint egy éves keresete a TSZ-be sok embernek. Tehát így nagyon megkedveltek. Mert még volt olyan is, hogy gyakorlatilag, mert ott laktam velük, mert én nem jártam haza minden nap, ott albérletben laktam, és hát esteként iszogattunk együtt. És volt úgy, hogyha szombatonként elvitték ezeket, vagy péntek este TSZ állami gazdaság, volt olyan expertes, amely egy kicsit berugott, és reggel nem volt például felkelni, akkor jött, hogy Miklós, én vegyem már, mint orosz expertes az Almát. És én gyakorlatilag kaptam, ahogy hívják ott a TSZ-eknek a nevét, vagy akik hozták, hogy ezektől kell nekem venni. Na most reggel ugye én oda kiálltam, hogy jöttek ők, akik, ugye az eladók, akik tőle nekem menni kell, mert meg volt, hogy melyik asztalhoz kell nekik menni, ezt már kapunál megkapták. Akkor én láttam azt, hogy a rosszabb minőségű alma az általában mindig a kocsi közepén és az aljában szokott lenni. És mondtam, hogy felülről a negyedik sorból közétől vegyenek ki egy ládát. Ha nem akarták kérni, mondom, semmi gond, várják meg az orosz, majd jön az 10-11 óra körül, mert azt is tudtam, hogy ha ez felébred, akkor elmegy a vagomba megnézni, hogy mit vettem bele, és hogyha én rosszat veszek, akkor eljártam magam. De ha jót veszek meg, akkor nem szól semmit, és amiknek meg jót az Almája, annak azért 20-30%-kal több első osztályt írtam rá, mint amit éppen kellett volna, de ez még ugye elcsúszott. És így nagyon közismerté váltam ott az öt megyék előtt, mert ilyenre nem volt példa, hogy magyar ember vegye orosz expertes helyett az Almát. Hát ez nagyon jól elment. Akkor hazakerültem, ott szintén jött a demoalma, Kelet-Németországból jött egy úr,
Kurtnak hívták, emlékszek a nevére, és hát gyakorlatilag az vette Kelet-Németország, Csehszlovákia és Lengyelországnak az almát, ez rosszabb minőség volt. De ővel is jó, megegyezkedtem, jókat beszélgettünk mindig, és így nagyon jól elment az alma. És nem tudták ráfogni, még ez az almát se tudja eladni mindenkit, mert az emberek meg oda voltak meg vissza, hogy milyen hírnevem van, meg mindenki ismer. Na de a fejogranomus az meg volt, hogy az elnök ez nem mondogatta, hogy mi lesz, és ugye a főorvos már megnősült, elvette a falu egyik legmenőbb parasztemberét, aki brigádvezető volt a lányát, és hát ugye a Gyügye azt támogatta. De ennek volt egy húga, és felajánlották, hogy ha én elveszem, akkor engem fognak támogatni. Na most miután én még akkor fiatal ember voltam, és nem is akartam nősülni, ismertem a hölgyet különben, de nagyon jó, szimpatikus hölgy volt, mert Bálokban jártam a környező falu legénykoromban is, hát őt is ismertem, de hát akkor még ugye 24 éves voltam, nem volt rendes állásom, stb. Hát én meg így nem akartam, hogy az apám pénztárcáján nősüljek, hanem nekem kell annyit keresni, és meg is mondtam, tetszik a lány, de majd ha nekem lesz, akkor majd el lehet rajta gondolkodni. Na, ugye csak nem tudtam előrébb jutni, és hallottam, hogy Pátyodon a főagranós hiány van. Én átmentem Pátyodon, ilyen délelőtt 9 óra körül, és mondja a titkárnő, hogy fejormó lesz az elnökelvtárs, tessék addig beülni a kocsijába, az várja meg. Na megvártam, jött az elnökelvtárs, mutatkozok be neki, hogy magának nem kell bemutatkozni. Mondom, hogy nem kell nekem bemutatkozni elnökelvtárs. Hát magát mindenki ismeri, maga úgy tudja eladni az almát, hogy magának olyan hírne van, mi járatban vagyok. Mondom, hallom, nincs felgromos, és én jöttem jelenkedni. Fel van véve. És akkor engem pénzbe is rögtön megállapodtunk, és felvett oda. Hát ott ugye nem volt 3-4 orosz vagon alma, ez kis község volt, és hát következő évben is, mikor lementem ősszel az almát levinni, hát az előző évi expertesek közül abból a 26-ból legalább 8-10 az itt volt, újból. Amikor meglátták, hát akkor nem engedtek haza, mert hogy este inni kell minden, úgyhogy aludjak ott velük, náluk minden, úgyhogy nagyon jól elment ez is. Hanem tavasszal, következő évben, aratáskor leszakadt a variátor szíj a kombányunkról. Én átszaladtam Ökörító Fülpöstre, mert ott ismertem a felgrónomos is, meg a gépcsoport főnököt is, mert előtte végeztek az egyetemen, meg a középiskolát. Mondom, adjatok már egy variátor szíjat, hadd vigyem haza, és ha holnap én Nyíregyházába ökörök egy terrorozat, és hoz vadi újat, és akkor vissza tudom adni kölcsönbe. Na hát nagyon jó. Adtak egyet, jövök kifelé, az egyik szalad utána, hogy menjek már vissza, mert az elnök elvtárs akkor velem beszél az ottani. Hát én életemben vagy kétszer találkoztam vele előtt, tehát visszamegyek, kérde, hogy mit iszok, mondom pálinkát. Hát megittünk, hogy 3-4 pálinkát, azt mondja, de én azért hívattalak téged, mert én szeretnék veled megegyezkedni, mert itt a Moldvai Pista, aki most főagranomos, az megy el, és akkor én téged meg szeretnék ide hívni főagranomosnak. Hát megállt az ütővét bennem, hát ekkora felkérés. Lucianaliszt üzemjük volt már. Almásuk, költésük, Holstein-Fritz tehénállományból egy 100-120 hitót akkor hozták be. Hát szóval nem tovább jót álmaimnak, hogy oda kerüljek. Na, mondtam, hogy gyere, azt mondd meg az én elnökömnek, hogy te el akarsz ide hozni, mert hát én most, aki engem akkor tavasszal felvett, vagy télen felvett ide felvonalmasnak, most hogy mondjam neki, hogy el akarok jönni. Semmi gond, azt mondja, akkor tegyük a variátor szíjat a Volga hátuljába, sofőr együtt beültek, ők mentek, én már motorbiciklivel mentem utána, mert nekem az volt. Megérkezünk, én kivettem a variátor szíjat, odaadtam az embereimnek, mondtam, hogy pakoljátok el. Annak rendje van úgy a szerinte, és hallnak meg egy terrorozó menjen és hozzon egy újat, mert vissza kell adni. Egy kis idő múlva, egy olyan 20-25 perc múlva a titkára, hogy elnök elvtárs hívott, menjek be. Ha bementem, hát ezek már pálinkáztak, hát én is megittam még velük egy-két pálinkát. Mire az ökörítói elnök azt mondja az én elnökömnek, Csehi Lajos volt, hogy de Lajos azért jött volna, hogy ezt a Miklóst engedd el hozzám főagronomosnak. Ha maga el akar innék menni, mondom, elnök elvtárs, én nem akarok, de én azt hallottam, hogy január 1-ére Pátyod és Porcsalma egyesülni fog, és elnök elvtárs lesz az elnök, de ott van egy 36 éves agrármérnök fiatalember, az meg lesz a főorvonos, én meg küld ki hikbe. Csináljuk azt, hogy én december 1-ig itt maradnék, az összes őszi munkát befejezem, megcsináljuk,
tavasszal, amire ott kezdődnek a munkával, addig megismerem a határt, és akkor ez így jó lesz. Felnézve, hogy bácsi, na, János, mert szakácsan csióta, az elnök ott ökörítő, hogy jó lesz így, jó. Na, akkor megegyeztünk. Úgyhogy december 1-én átkerültem ökörítő fülpösre. Ez nekem jó is volt, ma a nevemet ismerte a falunak egy jó része az idősebb korosztály, mert a nagyapám unokatestvére ott volt 30 évig tanító. Tehát az akkor mindenkit tanított ökörítőn, és így a név az ismerős volt, úgyhogy befogadtak az emberek, ott is előre én köszöntem mindig mindenkinek, kezet fogtam velük, hogy tetszenek lenni, mi újság van, stb. Hát ugye jött a február, egyszer hazajön az én elnököm, azt mondja, hogy hát minek jöttél te ide, ha el akarsz menni? Mondom, én? És hova? TSZ elnöknek. Mondom, és én hova? Hát Cégénydárdra. Mondom, hogy hát van ott elnök. De ide figyelj, én az este oda voltam fejérni, voltam kártyázni a párbizottságiakkal, és mondták, hogy ott már nincs elnök, lemondott, és téged akarnak, hogy ott te legyél az elnök. Hát mondom, én erről tényleg nem tudtam semmit. Vasárnap hazamentem a szüleimhez, mert ökörítő fülpös megszámossája az kocsiba egy körülbelül 20-25 perc. Hazamentem, megjelenik három parasztember, és mondják, hogy hát ők azért jöttek, hogy engem meghívjanak oda a TSZ elnöknek. Hát mondom, az hogy nincs. Hát ott ugye az történt végül is, hogy következő évben nem volt, aki az almát vigye el, árulja, és miután még munkaegységes rendszer volt, 80%-ot fizettek ki évközben, és 20%-ot kellett évvégig. De nem volt annyi bevétel évvégére, hogy ki tudják fizetni a 20%-ot, csak 10-valahány százalékot, és ők meg úgy döntött a TSZ elnök, hogy gyakorlatilag a vezetés kérjen fizetés emelést, és ha nem adja meg a tagság, akkor felmondanak, és akkor a tagság megijed, hogy nincs vezetés nélkül marad, és meg fogják adni. Az elnöknek nem adták meg, ő meg lemondott, a többi meg nem mondott le. Így maradtak elnök nélkül. És hát én mondtam, a három embernek most maguk hazamennek, maguknak nincs jók engem meghívni, hanem három jelölőbizottsági tag jöjjön, meg aki az egészet irányítja itt a vezetőséget, és akkor azokkal meg fogok egyezni. Következő vasárnap, hidd el Isten, mint jöttek. És akkor megegyezkedtem velük, hogy én elvállom a TSZ elnökséget, és méghozzá úgy, hogy akkor a munkaegységes rendszert megszüntetjük, átérünk pénzfizetésre, és minden hónapban, következő hónap 10-ig az előző havi keresetnek 100%-ban megkapják, tehát nem 80, hanem 100%-ban. Hát nagyon örültek neki, és úgy is történt. De a pártbizottság viszont engem abszolút nem akart, én nem voltam pártok, de minden áron mást akartak. Hát de ugye jött a szavazás, de az tipkos szavazás volt. Úgyhogy 368-ból, ami 345-et valahol egész nagy komoly mennyiséggel megválasztottak, mert én tudom jól eladni az almát. És almány meg szinte mindenkinek volt. Kinek több, kinek kevesebb, de házi kell, stb. Na, ugye, hát én ökörítő fülpösön megköszöntem az elnöknek, hogy tényleg oda vitt meg, jó lett volna, de hát most egy elnöknek nem minden nap hívják meg az embert, és én úgy gondoltam, hogy elvállalom most, mert ki tudja, hogy mikor lehetnék meg én elnök. Na, ugye nagyon jól elment az alma, megint előre vettem a tehénállományt is, hogy mert addig nem nagyon kajászották, nem nagyon volt tej, meg ilyesmi. Úgyhogy lényeg az, hogy évvégére nekünk egy komoly eredményünk lett. Méghozzá úgy, hogy én a vezetést ott lecseréltem, tehát új főagronomust hoztam, új állattenyésztőt hoztam, és új főkönyvelőt. A főkönyvelő helyettes tettem meg, és azt mondta nekem, hogy előző évben az a dolog történt, hogy eladták a tartályládát a zöldét, nem az össze mindig megveszi, és akkor a zöldét felé el van adva, és akkor a ládákat írják be, hogy ennyi tartozása van a zöldéknek. Na most a zöldék kifizette őket, de ők ezt nem írták be, hanem azt írták be, hogy még tartozik a zöldét. Ez egy mérleg hamisítás, ez akkoriban volt egy olyan 2 millió forint körül, ami nem 2 fillér volt ebben az időszakban. És én akkor bementem a megyetanács elnök helyetteséhez, a P. Szabó Gyula bácsihoz, és bemutatkoztam meg, hogy ki vagyok, mi vagyok. Hát én voltam az ország legfiatalabb TSZ elnöke, nem voltam 26 éves, mikor megválasztottak.
elmondom neki, hogy mi a gondom, és erre bejött pénzes elvtársa, jó, a tanács elnöke, pénzes János elvtárs, és mondja neki, hogy mi a bont, szalán kell a TSZ-t. Azt mondja, ide figyeljen, fiatal ember, én már ilyenkor TSZ-t nem szanálok, de ha eredménye lesz, év végén hívjon meg, én elmegyek a közgyűlésére, és elment. Hát nem volt más tenni hátra, mint ki kell gazdálkodni, és hál' Isten ki tudtuk gazdálkodni, meg még 10%-ot tudtam fizetni jutalmat minden TSZ dolgozónak, keresetének megfelelően. Hát ugye én hívtam a pénzes elvtársat, be is vittem a beszámolót, minden, nem tudtam vele tanálkozni, titkárnőjének odaadtam, mondta, hogy majd szólnak. Viszont nálunk, ugye a új pártitkárt, mert régit leváltották, vagy nem tudtam elakadni, ne engem válasszanak, az új pártitkárt, akit én javasoltam neki, kemény hatosztálya volt amúgy, de rögtön kapott az iskolába az túl egy papír, hogy már 8 osztályt elvégezte. És hát ugye az bement ellenem ágálni jobbra-balra, hogy én ezt csinálom, azt csinálom, minden, és a pártbizottság engem közgyűlésen majd le akart váltani, mert Biró Anti bácsinak a fia, Biró Antal, az futbolista volt itt Pesten. És az apjának a gyümölcsösének egy részét a házi kertnek, az kiselőtt a vízügy, mert csinálták a Szamosnak a gátját. És az jött, hogy én a közös bű adjak neki gyümölcsöst. Na mi a közös bű, senkinek nem adtunk gyümölcsöst. Mondtam, hogy kap szántót, ott között, hát ez, akkor a Biró Antika hívta az újságírókat innen itt Pestül, mert az ugye egy ilyen híres focista az. Hát akkor azok írtak olyan cikket, hogy ezt köszönni se tud, meg ehhez hasonló. Hát ugye ezt a lakosság nem hitte el, mert ők másképpen tapasztalták. De a lényeg az, kérem szépen, hogy megszervezték, hogy ez le kell váltani, és majd megszervezik év végén. Na ugye kiküldték a két legkisebb előadót a járási tanácstól is, meg a járási pártbizottságtól is, és Biró Anti bácsi csinálta a szervezkedést, hogy majd itt felállítják az embereket. Igen, ám csak, hogy a közgyűlés 10 órakor kezdődött, és Nagyar Tiszkó kapta egy telefont, hogy pénzes elvtárs úton van a közgyűlésünkre. Na de hogyha ő jött egy melltanácselnök, akkor illő volt, hogy állási első titkárnak is, hanem a járási tanácselnöknek is. Na amikor meghallották, kocsiba ültek, és fejegyematról kirontak hozzám, azt miért nem mondta eddig, hogy pénzes elvtárs rokonom? Mondom, nekem nem rokonom. Hát akkor az nem szokott kijönni egy közgyűlést, egy ilyen kis falóba. Hát elmondta nekik, hogy mi történt. Na mire elmondtam, pénzes elvtárs már érkezett, ezek kiszaladtak elébe, tessék befáradni, leültették az irodába, de pont 10 óra is lett, mondta, hogy kezdődik a közgyűlés, mennünk el. Hát a kultúrházban volt, de ott annyian voltak, hogy állva se féltek, mert a három falu volt, kint is álltak minden. Én elmondtam a beszámolómat, és elmondtam, hogy 10%-ot akarok fizetni, majd tarts meg mindenféle, jöhet a hozzászólás. Hát volt vagy 4-5 hozzászólás, paraszt emberek szóltak hozzá, hogy ilyen elnökünk sosem volt, ezt nem látja a kocsmába járni, inni, míg a többiek azok régen minden este ott ittak, meg be is rúgtak, ez még sosem jött, ez nekünk előre köszön, kezet fog, a határon meglátogat bennünket, hogy mit csinálunk, hát gyakorlatilag mi ezt nagyon szeretjük. Mert azt egyszer Biró Anti bácsi feláll középen, könyökével helyet csinál, hogy tudjon állni, mert olyan sokan voltak, és elmondja, hogy ez még köszönni se tud, meg minden ilyeneket elmond, elvették a földet, nem adja vissza. Na, amikor ezt elmondtam, pénzes elvtárs mondja, hogy ő kér szót. Feláll, én doktor pénzes János, mert a tanács elnöke. Még én az vagyok, addig így földet vissza nem adom, hogy vegyék tudomásul. És akkor beszámolt a megyei országos dolgok, mint ez illő. És hát nagy taps, és vége lett a közgyűlésnek annak rendje módja szerint. Úgyhogy én 4 évig voltam itt TSZ elnök, a járás legjobb TSZ-e lettünk már első-második év után. Amikor engem meghívtak a megyei húsipari vállalathoz igazgató helyettesnek. Amikor meghívtak, hát ugye én bementem a járási első titkárhoz, meg a személyezéshez, hogy keressenek helyettem új TSZ-elnököt, mert egy pár hónapon belül el fogok menni oda a megyei húsiparhoz. Na, első titkár elvtárs, Csepei elvtárs mondta, hogy holnap tudnám-e fogni 10 órakor, fogadni a 10 órakor az irodámba.
Hát cseppéjátszás, hogy ne eltesséködni. Kijött 10 órára pontot volt, kimentem előbe, tessék bejönni, tessék helyet foglalni. Szerintem van egy kérése. Mondom, tessék parancsok, tegeződjünk. Hát cseppéjátszás az kicsinözés számomra, akkor parancs, hogy foglal a helyet. De van egy másik, hozott nekem ajándékot, nekem és mit. Szóval éppen nem vagy pártok. Egy megyei ősi panászban nem lehet megtenni, ne legyél pártok. De mondják, hogy itt nem voltál, én ajándékból kiosztanak egy pártok könyvet, fogadd el ajándékba, és akkor pártok vagy. Én meg elfogadtam. Így lettem én pártok. Annak rendje módja szerint. És hát ugye utána meghívtak a megyei húsiparhoz felvásárlási kereskedelmi igazgatóhelyettesnek. Hát ez azt jelentette, hogy az összes marhát a megyeibe, ami volt, azt mi vásároltuk fel, még akkor nem volt ide, hogy ez a megye jön meg, az jön oda, vagy csak mi vehettünk meg. Így én nagyon jó kapcsolatba kerültem a megye TSZ elnökeivel, állami gazdasági igazgatóival. És mi is láthattuk el a megyeit hús-hús készítménye, és ugye az álfészesekkel mindenkinek nagyon jó voltam. Hál' Istennek ez nagyon jó sikerült. Hát gyakorlatilag az igazgatom az meg, hát reggel neki kezdett keresztrejtvényt fejteni, az estig fejtegette a keresztrejtvényt. Sose jött se ide, se oda, se amoda. De hát én meg ugye lejártam a termelést, nézni minden, hogy hogy megy. Hát ez nem nagyon csipett engem, ebből kifolyólag. És hát gyakorlatilag két év, nem, négy évet voltam ott, és akkor egyszer csak bemegyek hozzá, látom a húsipari tröszt gazdasági igazgatója, Spiller elvtárs ott ül. Hát, na ugye csak le. Na most a helyettesek is tröszti kinevezésűek voltunk, meg az igazgató is. Tehát az igazgató nem küldhetett el, csak a tröszt egyez. Azt mondja a tröszti vezér helyettes, hogy most építettük fel szexádot a húsipart, nem tud beindulni, nincs egy rendes ember, aki ezt csinálja. Te veled meg vagyok elégedve, úgyhogy kapsz 40 nap gondolkodási időt, vagy elvállalod, hogy nincs tovább helyed. Lekerültem szexhádra, ott a kereskedelem lett az enyém, meg a szállítmányozás. Hát úgy nem lehet sokat lopni, hogy az ember táskába kivisz 2 kilót vagy 3 kilót, mert többet visz, akkor már azt észreveszik, terült, ahol lehet. És ott arra jöttem rá, hogy gyakorlatilag, amikor mérik a tárasúlyt, mert volt egy teherautósofőr és 2 árukísérő. Amikor tárát mérték, akkor a legnehezebb ült a kocsiba, mikor meg mentek kifelé, akkor már a legkönnyebbik vezette, és itt azt is megcsinálták kifelé, mert már leengedték a hűtővizet a kocsiból, mert 3-400 métert elmegy a nélkül is, és utána majd ki megfelöntötték. Na hát, hogy én erre rájöttem, meg egyik éjszaka, olyan, mert ott is bejártam az éjszakai műszakot is nézni, 11:30 körül bemegyek, láttam ott 3 dömper B-szint, ez körülbelül olyan 40 mázsak. Másnap olyan 9-10 óra környékén szól a megyei pártbizottság, hogy szeretnének 3 kiló B-szint venni, de egyfelé, de ugye ezt ki is fizetik, mert jönnek a központi bizottságból, és itt nem lehet B-szint kapni, hát jót szeretnének főzni. Hát felszóltam, hogy hozzanak már le 3 kilót, mire visszaszólnak, hogy nincs. Mondom, hogy nincs. Nem is volt. Na, hát én minden nap bontottunk, hát szóltam, hogy frisset hozzanak, akkor fel kihívtam a rendőrséget. A raktárgazdálkodásnak kinyitották az öltözőszekrényét, és megtárta egy könyvelés, valami 4-5 hónapra visszamenő, hogy melyik sofőrnek hány fél disznót adott, mit adott, és nekem mennyi jár vissza. Hát olyan, hogy 26 ember, 27-et letartóztattak ott helybe, ebből 24 kapott börtönt. Na, innétük ez már kezdett javulni az állapot, hanem akkor történt még egy másik is, hogy megcsíptem egy raktáros nőt, aki mért az árukat, mert úgy is lehetett sajnálni, hogy a súly meglegyen, hogy téli szalámi helyett parizért tettek be. Hát ugye ez lebukott, mert én az olyat is csináltam, hogy mi mentem ki az otthon, nem most visszajön, és rendészeti jelenlétébe visszamérettem, hogy melyik bótra mi van kimérve, és az a fajta áruha van betéve. Hát ugye itt az egyik raktáros az lebukott, és kirúgtam. Hát elkerült a bíróságra az ügy, mert fellebbezett, és mondja a bírónő, hogy jó hiszemű tévedés volt. Hát mondom, bírónő, egy téli szalámit hogy lehet egy parizerrel összekeverni? Egyik véknyak fehér és kemény, a másik
rózsaszíne, vastagabb és puhább. Ez jó üzemű tévedés, visszahelyezte a csajt. Na nem telt bele egy-két hónap, megint megcsíptem, akkor kirúgtam újból, de akkor már nem ment bíróságra, mert ennyi jó üzemű tévedés nem lehet valakinek, gondolta ő. De hál' Istennek Szexádon is sikerült fejhozni a húsipari vállalatot, úgyhogy két-három hónapig ott léttem, utána már 2000 mázsa áruba többet adtunk el, mert akkor feljártunk Pestre is már, akkor itt is ugye rengeteg kereskedő volt, úgyhogy gyakorlatilag nagyon jó sikerült. És 2 év 8 hónapot voltam ott, mikor kaptam egy megint felkérést a húsipari trösztől, hogy jöjjek fel Budapestre a húsnagyker vállalathoz, mert itt aki igazgató, az már rendőrségi eljáráson fel is van mentve, és csináljam én. Hát ugye ennek örültem, mert Szeged és Nyíregyháza az 370 km, ez meg azért csak kevesebb, bár egy jó százassal rövidebb, és elvállaltam. Na hát itt is az volt a baj, ahogy rájöttem, hogy elég sokat loptak, meg csaltak, meg hazudtak. Na hát ugye napnak nagy részét még este is, meg hajnalban is bejártam, úgyhogy rendet lehetett vágni. Csak megszűnt a húsipari tröszt, és azt mondták, hogy létre kell hozni a budapesti húsnagyker közös vállalatot, mert az, hogy egy vidéki faluban nincs hús, abból nincs gond, de a Pesten nincs hús, akkor abból forradalom van, és azt nem szabad megengedni. Ezért mind a 19 megyét beléptették tagnak, plusz a 20. óta sejtéjük a Vágóvéd és a Herszalámi gyár itt Pesten. Mind kapott 5%-ot, mert 25 az 100, és 1 millió forintot, hogy ebben induljon a közös vállalat. És mit ad Isten, mint az igazgató tanács itt engem, 14-6 arányban megváltott igazgatóvá a közös vállalatnál. Hát ugye itt is nagyon igyekeztem csinálni, reggeltől estig bent voltam, meg partnerekkel tartottam, mert mi láttuk el akár a rendőrség, katonaság, börtön, mindenkit, meg a civil lakosságot is. És ez nem volt egy kis dolog. Mert én még tudom, hogy mit teszik Budapest, ma már nem biztos, hogy tudják, mert 28-29 ezer tonna disznóhús kell, 8-9 ezer tonna marhahús, 32 ezer tonna keretes hús közismény, és 10-valahány ezer tonna kereten kívüli. Ez volt, mert akkor még keretgazdálkodás volt, és leoltozta, hogy mennyi lehet, és utána a kereteket meg leosztották a többieknek, és nekünk megkaptuk az összkeretet, és mi meg a igazgató tanácsra összejöttünk, és leosztottuk a megyékre, hogy melyik megyének mennyi húst kell hozni. Évente, fél évente, negyed évente, akkor havonta, hetente, naponta. És aki ezt nem hozza fel, az a fejével játszik, mondta a miniszter helyettes úr, mert ide fel kell hozni, mindegy, hogy hogy van, kell jönni. Úgyhogy hál' Istennek én ezt nagyon jó sikerült ellátni, nagyon jó kapcsolatrendszerem alakult ki a rendőrségi, a honvédségeből. Még azok közül még ma is van Csóti András, aki volt az országos börtönparancsnok, ma is tartjuk a kapcsolatot, hát már régen nem az, meg én sem kereskedek már régóta ilyen téren, de hát nem akarok most felsorolni többi helyen is, de hát most várnak, mint 70-80 év körüliek ezek az emberek, meg már többen meg is haltak. Úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez így történt. Na közben ugye, míg teljes elnök voltam, hát gazdálkodtunk is, és mikor jött a kárpótlási jegyek, akkor én elkezdtem felvásárolni földeket ott, akiknek eladó volt, meg mit tél. Úgyhogy körülbelül olyan 400-392 hektár földet sikerült felvásárolni ott. Szamossái, Hermánszeg, ebben a térségben hallott a mi falunkban. Itt pedig, mikor jött a rendszerváltás, ugye akkor a vállalatokat, a megyei vállalatokat megvették az igazgatók jó részt, de ha csődbe mentek, akkor jött a felszámoló. Én már megkerestem a felszámolót, amikor valamelyik csődbe ment, hogy az információm az megvolt. Felszámolóval én megegyezkedtem, hogy akkor az 5%-ot, meg az 1 millió forintot megvásároltam, úgyhogy gyakorlatilag 95-re már én gyakorlatilag szinte 100%-os tulajdonos voltam itt a közös vállalatnál. Hát ugye még akkor nem kell messze venni, mert 76-ban ősültem, 26 éves koromban, a feleségem volt 21 éves. Ez is nagyon érdekes sztori volt,
mert mikor még ökörító fültösön voltam TSZ-en főagronomus, akkor a szerencsi TSZ-ből jártak ide fel kombányok tavasszal, kombányon, vagy nyáron, mert ott hamarabb ért a dolog, utána meg a mi kombányaink visszamentek oda, hogy ne 5-6-10 napig, 20 napig arassanak, hanem minél hamarabb legyen, ahol lehet, hogy jó időben legyen. És akkor jött a elnököm, hogy lesz a szerencsém közgyűlés, és kapok én meghívót, a főkönyvelő, meg ő. Én meg nagyon örültem, hogy legalább megismerem a kapcsolatot, hogy majd jövőre kikkel kell ott egyezkedni. Hanem azt mondja az elnököm, hogy nálam 3 nap múlva lesz a közgyűlés, hát most úgy gondolja, hogy nem menjünk, mert ott inni kell, úgyhogy nem megyünk. Miután én nem ismertem senki, hát hogy menjek oda. Reggel azt mondja nekem, hogy ha őt az élet gyorsan menjünk le, odafele te vedesz, visszafele meg ő vedesz, hogy ne kelljen inni neki. Hát nagyon megörültem, elmentünk, de már megkezdődött a közgyűlés. Mikor odaértünk, akkor ő beült az elnökségbe, én beültem az emberek közé. Vége volt a közgyűlésnek, nagyon jól lement. Akkor meg voltunk hívva, vagy 30-40-en a városi tanács dísztermébe egy ebédre. Hát én is mentem, hogy az elnököt volt kivel beszélgetni, én már nem tudtam kikkel beszélgetni. Láttam, ott vagy 4-5 hajadont, ott beszélgetnek, oda mentem hozzájuk. Kinéztem a feleségemet, aki az lett utána, hogy te bérszámfejtés, munkaügy, vagy hol dolgozol? Azt mondja, ő főiskolás. Mondom, akkor hogy kerülsz ide? Hát apám, hogy teljes elnök. Na ebédelni, együtt ebédeltünk ott a sor végén, ültünk az asztalnál, anyósom, nem? És hát mondta, hogy Kotosban elvtárs fogja őt visszahozni Nyíregyházára. Mondom, gyere velünk vissza, mert már Kotosban elvtárs egy kicsit ivott, és sokkal jobb, ha velünk jössz. Jó örömmel, elkértem az utcaház számát, meg még adott telefonszámot is, ami még akkor a tekerős telefon volt. Hát ugye én hajnali 3 óra környékén értem haza a Szamossáiba, elég ökörító fülpösre mentünk, ott átültem a kocsimba, és akkor mentem haza a Szamossáiba. Az első szobában aludtak anyám, én a bentibe, anyám felé, azt mondja, hol voltál fiam? Na megismertem egy lányt, hozzám jön, élveszem feleségül. Ó, én elaludtam, azok meg apámon felébredtek, hogy hát mit beszél ez a fiú, még sosem mondott senki ilyet, hogy el akar venni, mit csinált ez vajon? Mert apám azt mondta, szeretkezni fiam senkivel se, szóval bárkivel csinálsz, hogy gyereked lesz, azt neked el kell venni, mert az a 10 gyereked is fel kell nevelni, úgyhogy itt erre nagyon oda fél figyelni, ez nem szabad. Meg ez az egyik. Meg az árok partjától mindig 1,5 méterre beljen menjél, mert ha megcsúsztál, meg tud járni. Mert ha beleestél az árokba, akkor mire abból kikászálódsz, ami kint fog, azt is magad után húztad, és nem marad semmi. Úgyhogy én ezt hál' Istennek mindig betartottam ezeket. És reggel jött anyám közben, hogy akkor kicsoda, micsoda, én meg elmondtam, hogy mi van. Na közben ugye, hogy én TSZ-nök lettem, mert ott még főgronomus voltam, TSZ-nök lettem, hát vagy egy 3 hétig nem tudtam bemenni Nyíregyházára, de akkor egyszer kaptam magam egy esteire, szombat esteire bementem, becsengettem, mert albéletben laktak, 3 lány lakott albéletben, 2 szobás lakásban. Becsengetek ki egy lány, mondom, keresném a feleségem. Hát azt mondja, az most ment el egy fél órája, ez volt olyan 17:30, mondom, és mikor jön haza, hát olyan 11 körül, és hol ment, azt ők nem tudják. Mondom, akkor mondják meg neki, hogy jövő szombaton megint jövök, legyen már itthon. Jövő szombaton mentem, csengettem, ő nyitott ajtót. Na, megörültünk egymásnak. Mondom, gyere, meghívlak, Vörös Csillag étterem, Debrecen bakonyodották, ha meghívtak vacsorára. Hát, eljöttünk. Megvacsoráztuk, minden megyünk hazafele, Újfehértől előtt megállok az autóval az országot. Azt mondja, minek álltál meg? Mondom, szeretném megkérni a kezedet. Azt mondja, te hülye vagy, hát nem is ismerjük még egymását. Na, jövő szombaton megint meghívtam, de akkor már Nyíregyházán. Akkor megint megkértem a kezét, de hát még akkor azt mondta, még nem tudja, még gondolkodik rajta. De akkor ő hívott meg a következő szombatra a barátnője esküvőjére. Meg volt a mennyasszonytánc, minden évfél elmúlt, mondom, vagy hozzájössz, vagy többet nem látsz. Én most már nem érek rá itt hullolgatni, ifjú TSZ-es léten, jön a tavasz, minden. Azt mondta, hozzám jön. Na mondtam, akkor nagyon jó, akkor szeretnél bemutatni a szüleimnek. Gyertek le ökörétől a fülpöstre, én ott érted megyek. Hát meg is egyeztünk, hogy 2 hét múlva lejönnek az apjáikkal. Én otthon mondtam, hogy hozom bemutatni a lányzót, anyám sütött, főzött, apám kiütött, boxcsizma, britses nadrág.
kapu nyitva, párt. Meg is érkeztünk 12:00-kor a nejemmel, helyett akkor még a kedves ismerőse. Hát apának nagyon megtetszett a lány, mert mikor kiszállt a kocsiból, utólag meséltem, hogy ennek a nőnek van melle, van feneke, van lába. Mert egy parasztember azt tudta, hogy ezt tudja kapálni, mert van eleje, de ha még vékony gizda, az azért nem tudom, meg kövér, azért nem tud, de ez nagyon csinos volt. Na ugye, nagyon jó voltak, visszavittem, és megegyeztünk, hogy akkor ezt elvertem, ezt a lányt. Hát akkor mondtam neki, hogy 2 hét múlva megyünk keresztapámmal, megkérni a lányt, mert mifelénk az volt a dél, hogy a keresztülő kérje meg. 2 hét múlva mentünk, meg volt beszélni, hogy 11:30-re érjünk oda, anyósom sütött, főzött, ebédet, minden. Após megmondta, menjünk be a belső szobába. Bementünk a belső szobába, ott keresztapám előadta, hogy miért jöttünk, hogy a Máté a kezét megkérni Miklósnak. Azt mondja apósom, na lányom, fiam, gyertek csak át velem a másik szobába, átmenünk. Azt mondja, lányom, ide a szemben mondjad, hogy hozzá akarsz menni Miklóshoz, mert szereted. Azt mondja, igen, szeretem Miklós, hozzá akarok menni feleségül. Na azt mondja nekem apósom, egy feltétellel, fiam, hozzáadok. Hát én bennem megálltam, hogy mi lehet az a feltétel. Azt mondja, nézd, én Angyal Ernő vagyok, és egyedüli fiótól a családból, hogy kivel a familia. Ezért, ha nem emlő valami, menjen már tovább, a fiat születik, keresztel de Ernőnek. Ígér meg. Én már megígértem, kezet fogtunk, visszamentünk hozzá, mondja. Na, mert mikor legyen a lakodalom? Hát mondom, még tavasszal meg kell, hogy csináljuk, mert én nem érek rá utána nászútra menni meg össze is, úgyhogy június 26-át kitűztük, meg volt az esküvő, a Szerencsi várban nagyon jól sikerült, és gyakorlatilag azóta is, most már betöltöttük a 45 évet, rá rövidesen miután összeismerkedtünk, akkor gyakorlatilag született a fiam, majd rá 6,5 évre született a lányom. De én akkor már ugye Nyíregyházán dolgoztam, annak rendje vagyja szerint. Hát gyakorlatilag ugye Pestre már mondtam, hogy annak idején sikerült megvásárolni ezeket az 5%-okat, meg az 1 millió forintos betétüket, és hát gyakorlatilag tovább kellett csinálni a húskereskedést, mert ez nagyon jó. De a rendszerváltás után ugye jöttek olyan dolgok közbe, hogy maszek lett a boltos is, maszek lett ez is, maszek lett az is. Én viszont egyféleképpen tudtam az árat szállítani, hogyha rendesen az le van számlázva, rendesen fizetnek, stb. Tehát én feketézni nem tudtam. De egyre több vállalkozó lett, aki megvette az árut feketén, feketén vitte tovább, stb. Azt általában ezt csinálta egy-két hónapig, akkor csinált másik KFT-t, azt is, mire már a 3.-4. KFT-t csinált, addigra lebukott, befogták, de gyakorlatilag nem tudtak vele mit kezdeni, mert az előző cégeiben nem volt semmi pénz, tehát nem tudták behajtani rajta. Én ebben a dologban nem mehettem bele, ezért, mert nekem meg ott volt a vagyon a hátam mögött, úgyhogy elég utóbb be kellett fejeznem ezt a húskereskedést. Viszont a helyiségeim azok megvoltak, és ennek a vállalkozóknak én kiadtam bérbe, hogy hűtőház ez az, és nekem csak a bérzidejét kellett fizessék, hogy ők aztán hogy raboltak, hogy nem raboltak, az nem az én dolgom volt, én csak a helyiséget biztosítottam nekik, és így nagyon jó sikerült. Na most én egyetemista koromban Debrecenből jártam ki Hajdúszoboszlóra bulizni, mert az Aqua Bar az egy nagyon jó táncos hely volt, és mellette meg volt a magyaros étterem egyik helyen, jazzzenekar a másikban, meg diszkózenekar volt. Cigányzenekar, bocs. És 2000-ben egyik kedves ismerősöm azt mondja, hogy nem vennék szállodát Szoboszlón. Hát mondom, az melyiket? Hotel Hortobágy. Hát az melyik az? Hát az Aqua Bar. Hú, mondom, akkor gyere csak mutasd meg, mert mi az útalán jártunk be, nem az elején, én nem tudtam, hogy az Hotel Hortobágy, vagy ilyesmi. Csak. Na ugye, megnéztük mindent, meg is állapodtunk, és megvásároltam. Már apósomék akkor Szoboszlón laktak, és apósom eléggé beteges volt. És feleségem megtanított Nyíregyházán, de már unta a tanítást, és mondom neki, veszek neked egy szállodát, te lesz ott az igazgató.
apádnak, ha beteg, 10 perc alatt gyalog is ott vagy, és tudsz neki segíteni minden, és nekem is budapesti könnyebb ide Szószlóra járni, mint Nyíregyházára. Hát a feleségem megörült, megvettük neki ezt a szállodát, Hotel Hortobágyot, aztán 2003-ban végzett a fiam a jogon Szegeden, és akkor lett eladó a Park Hotel, meg az Admirális Panzió. Mondom, hogy eladom minden. Azt mondja, apa, vegyük meg, én olyan szívesen csinálom, most menjek el ügybe, így bojtának küld ki hídbe, szívesen csinálnám ezt én. Hát azt megvettem nekik, úgyhogy menet közben aztán ugye kezdtük ezt átépíteni, így lett a Admirális Panzió, az most is megvan, az is átépítettük, de az ki van a bérbe. A Aurum, Hotel Aurum, mert Hotel Hortobágyot először, de ha átépítjük, két szintet ráhozunk minden, ha már Silver volt az utcába, az ezüst. Hát akkor legyen arany is ez az Aurum. És így lett az Aurumból ez. Aztán megvettük az Inhotelt, és akkor mellettünk az 200-dal részből állt. Azt átépítettük, abból lett az Aurum Family, és a másikat meg várnánk, ha lesz pályázat, vagy ilyesmi, akkor azt lebontanánk, és egy kiemelhető csillagos szállát tennénk oda a helyére. Na most ez mind, amit én végigcsinálgattam, akár TSZ-előként, még ugye a gyerekek nem nagyon voltak, de húsiparnál később minden, de a gazdálkodás folyt. Hát én a fiamat mindig vittem magammal, nézed meg, az is örült, ha felült a traktorra, vagy szerencsre apósom ott volt TSZ-nek, és volt egy kis borászatuk, akkor annak is örült, és így belenőtt. És amikor jött az, hogy most hol menjen tanulni, agrára, vagy ide a kertészet egyetlen minden, mondjam, menjél jogi pályára, mert ott egy jogászból mindenki telik, ott jó, kiképeznek minden rálátás, és utána tudsz aklimatizálódni, hogy majd addigra merre, melyik irányba jó menni. És hál' Istennek ez bejött, mert most borászkodik, körülbelül van 40 hektár szövőlőnk ott Tokaj hegy alján, és ez nagyon jó csinálja, ott épített nyaralókat, minden. A lányom úgy szintén jogot végzett, és aminek nagyon örülök, hogy ideje korán mind a kettő megtanálta a párját, és a fiam második gimnazista, amikor a feleségével összejöttek barátkozni, minden, és ebből, mikor elvégezték az egyetemet, utána nem sokára esküvő is lett. Aztán a lányom is járt a mostani férjével, és már akkor telt egy esztendő, vagy még lehet, hogy több is. Egyszer kérem a Gábort, hogy neked mi a szándékod, ő. Azt mondja, kérdezem meg a lányát, azt mondja, hát én nősülnék, ha az jönne. Mondom, Mátika, mi a gondod? Apa, hadd fejezzem be most az egyetemet, és akkor jó, akkor jövőt ahhoz, ha befejezett, összeeskül. És ez be is jött, hál' Isten, mind a két helyen. Úgyhogy nagyon jól össze tudunk dolgozni a család. Most ők is vettek egy szállát már Tokajba, úgyhogy most megy az átalakítása. És hál' Istennek a mindenki Szoboszlón lakunk, és gyakorlatilag nagyon jól el van a két család egymással, meg mi velünk is, és örülünk, ott vannak az unokák, már maguk át tudnak jönni hozzánk, beszélgetni, minden, úgyhogy így nagyon jól alakul ki a családi hierarchia. Úgyhogy az egész családban én már szétosztottam, hogy melyik kié, hogy van. Én csak üdvehető vagyok, szoktam mondani, ha börtönbe kell menni, én menjek. De mondtam a gyerekeknek, hogy úgy vigyázzatok, hogy nehogy oda küldjetek engem, mert az nem lenne jó. És hát gyakorlatilag nagyszerűen csinálják ők is, és így kezdődött el, aztán majd mellett közben az építkezés, mert ugye itt Pesten már nagy volt a terek, 15,5 hektár, akkor 5 és felt eladtam 2005-6-ban, arra építettek rengeteg házakat. És egyszer a fiam itt van Pesten, azt mondja, apa, átmegyek, ha megérdeklődöm, mennyire adnak ott egy házat, venni kéne egyet. Na, átment, viszont, apa, hát nekünk meg itt a telek, építsünk mi is, azt mondja. Hát mondom, beszéltek a Gábor, minden, megbeszélték, kezdjünk el építkezni. Úgyhogy belevágtak ebbe a dologba, 530 lakást felépítettünk, már el is van adva. Most a Kőris utca 8 szám alatt a 8. Kőris utca 1 szám alatt a 8. kerületbe. Ott kezdtünk el most építkezni, ott is lesz vagy 100 lakás körüli.
és Debrecenben az egyetemi kávéház, ahol én nekem törzshelye volt annak idején, azt már valaki megvette, és már meg volt tervezve, hogy mi legyen, és akkor attól Kovának eladót, megvettük azt is úgy, hogy mondtam, hogy ott is egy presszó kell bele, mert nekem ott külön asztal volt mindig az egyetemi kávéházban, úgyhogy itt is kell egy kávézó, vagy espresszó, hogy ott egy törzshelyem legyen. Úgyhogy hál' Istennek annak örülök, hogy ők is nagyon jól a család. A fiamnál van két gyermek, egy lány, egy fiú. A lányomnál is egy lány, egy fiú, egy lány. És megvan a jövő, úgy érzem, tehát nem fog semmi honvába halni, mert ők is nagyszerűen csinálják a vállalkozásokat. Ugye most gyakorlatilag már megy egy építkezés Kalocsán, ott egy bevásárlóközpontot csinálni. Meg hadd csinálják, hadd menjen. Úgyhogy én ennek örülök, hogy így kinőtt a család, ugye itt a családban is hárman végeztek jogot, a főm az meg más jellegű iskolát végzett, de hál' Istennek nem lehet őket becsapni, mert a joghoz értenek, sokat tanultak, hogy kell megfogalmazni, meg mind kell, és így megy a szakma is. Gyakorlatilag még az össze kellene foglalni a végén, hogy gyakorlatilag, ha nekem nem ilyen feleségem van annak idején, amit ugye első látásra választottam ki, és ő is első látásra választott ki engem. Ha ő nem ő van a hátam mögött, én nem tudtam annyit sokfelé lenni, mert akkor vita, vetekedés, minden lett volna, de így hál' Istennek ő egy csodálatos asszony, a világ egyik legjobb asszonya. Mindenki mondja, hogy az ő felesége egy angyal. Mondtam, hogy az enyém angyal. Hogy a tiéd angyal? Nekem papírom is van róla. Hogy papír? Úgy hívják, hogy angyal Márta. Úgyhogy gyakorlatilag a mai napig is mi nagyon jó vagyunk, úgyhogy ők nevelte fel a gyerekeket, én meg mentem dolgozni, és most itt vannak az unokák, ők is nagyon a legkisebbik, és mindig mama jön hozzám, bújik hozzá, pedig még csak 3 éves volt júliusban. De én azt gondolom, hogy a unokákat is most már majd kéz alá kell szedni a nagyobbakat, mert már a két fiú az betöltötte a 10 évet, egyik március 3-án, másik augusztus 19-én a lányaiknál. Menyemnek a fiamnak a lánya, az már sokat jár át a szállodába, hogy ez van, az van, hogy kell, mind kell csinálni, ők ezt figyelik, és ez egy nagyon jó iránymutató, mert van előttük, akik járnak, voltak szüretelni, azt is nagyon szívesen csinálták szőlőt szüretelni, tehát őket is bele kell iktatni a családi élet menetébe, és akkor ők is hadd ismerjék ezt meg, és hadd tudják tovább csinálni. Én bízok benne, hogy ez így megy. Feleségem azt mondta, minden rendes az, hogy megérdemel 7 év igazvetséget. Mondta neki, hogy igazad van, élek 100 évig, te legyél 7 évig igazvetség, és mind a ketten jól járunk. Ebben maradtunk.